Bár még távolinak tűnik a jövő év szeptembere, javában dübörög a beiskolázási kampány az oktatási intézményekben. December 13-án a Szent Pantaleimon görögkatolikus általános iskolában lesz egy ismerkedős nap. Az intézmény pedagógusai a szülőknek és gyermekeknek is készülnek érdekességekkel. Erről Szóledi Zoltán igazgató számolt be. December 13-án, Luca napján lesz egy, egy ilyen beiskolázásos kis fórumunk, amire szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat, illetve a szüleiket. Itt megismerkedhetnek az iskolával, egy ilyen iskolanyitogató program lesz tulajdonképpen, és a gyerekeknek egy Luca napi kicskocs nevű foglalkozást fogunk tartani, illetve amíg mi teázgatunk a szülőkkel, a pedagógusok a gyerekekkel ismerkednek és játszanak egyet. Az iskolai programokat tekintve fontos lesz még a december 18-19-e is. December 18-19-én lesz a Mindenki Karácsonya nevű hagyományos gálánk, ez egy karácsonyi gála. Itt még korlátozott számba lehet jegyeket venni, 1500 forintért, és ez egy kifejezetten ünnepi karácsonyi műsor, amivel meglepik a közönséget, illetve 19-én délelőtt 10 órától egy rendhagyó gála is lesz, ezen pedig a Jószolgálati Otthon, a Móra Iskola és az óvodáknak a gyerekseregét várjuk. Ez természetesen egy ingyenes előadás, ezzel kedveskedünk a számukra. Az év zárása minden tekintetben egy december 21-i lelki nap lesz. Szóledi Zoltán ezzel kapcsolatban azt mondta, ilyenkor hagyomány, hogy érkezik az intézményben meghívott, általában másik városban tevékenykedő lelkész, és persze ő sem érkezik üres kézzel. Gyakorlatilag ezt a gálát az iskolai előadáson is megmutatjuk a gyerekeknek, a mi tanulóinknak. Ez egy évzáró gála, és itt akik nem lépnek fel, azt megtekintik, megnézik, és ezzel is zárjuk az évet. Illetve mivel mi egyházi iskola vagyunk, egy úgynevezett lelki nap lesz december 21-én, amivel lezárul az év. Itt mindig István atya hív egy olyan lelkészt vagy parókust, aki másik városban ténykedik, és ő hoz játékokat, illetve olyan személyiségfejlesztő kis foglalkozásokat, amin a gyerekek játszva tanulnak, vagy pedig ismerkednek bizonyos elemeivel, vagy a Bibliának, vagy az egyház történetnek. Ami tehát a legaktuálisabb, az a december 13-ai beiskolázást segítő ismerkedős nap. A Szent Pantaleimon iskolában is jó szívvel várják a gyerekeket, véges határidőn belül pedig elkészül majd az intézmény óvodája is.